Februárban adtunk hírt arról, hogy a Zord fagyos és hideg tél alaposan próbára tette az útburkolatokat országszerte, Jászapátit sem kimélve. Ezek az utak már jóval több mint 20 éve készültek, és ezek folyamatosan öregednek el. A kritikus úthelyzetre a polgármester válaszként elmondta, hogy első körben 25 millió forintot szánnak a belterületi utak javítására, karbantartására. Februárban aláírták a megyei foglalkoztatási gazdasági együttműködési paktumot, és elfogadták annak működési szabályzatát. Az önkormányzatokat, civil szervezeteket, munkáltatókat és munkavállalókat, valamint önkormányzatokat tömörítő konzorcium célja, hogy növelje a foglalkoztatást Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A résztvevő szervezetek feladata a képzés és szakképzés fejlesztése, a befektetés ösztönzés, a munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztése és javítása. Nem csak az utakat, hanem a szántókat, mezőgazdasági területeket is megviselte a rendkívüli téli időjárás. A keletkezett belvíz sok településen okozott problémát a járságban, többek között Jászapátin is. A belvizet főképpen az okozta, hogy a hóra elég sok esőre esett és összefolyt. A Kötivízig illetékességi területén beindította a dízelszivattyú telepeit, és a belvizet az agyvába emelték át, ahol akkor másodfokú készültség volt, majd az ezt következő hetekben a vízszint folyamatosan apadt. Tavaly februárban utolsó útjára kísérték Szalkári Rózsa művésztanárt Jászapátin a római katolikus temetőben. A család, a művészbarátok és a város is búcsúzott a kedves, szeretetre méltó példamutató személyiségtől, aki örökre belopta magát a jászapátiak emlékezetébe. Halálával nagy és fájdalmas űrt hagyva maga után egy újabb kiemelkedő ikont veszített el a jász közösség. Szalkári Rózsa 80 évet élt. Februárban ünnepelte 19. születésnapját a Petes Sándor fúvós zenekar, mely a generációváltás és a 2016-os csúcsesztendő ellenére komoly tervekkel vágott bele a folytatásba. Méltó méretű tortával, kitartó tűzijátékkal, sok nevetéssel és zenével. Így ünnepelte az egy híján 20 esztendős Petes Sándor ifjúsági fúvós zenekar közössége. 19 éves a fúvós zenekar! Számításokat végeztek a másik. Tervszerű városfejlesztés, üzemeltetés, illetve takarékos gazdálkodás. Röviden így jellemezték Jászapáti 2017-es költségvetésének koncepcióját, amit február 31-én talán az év legfontosabb ülésén tárgyalt a pénzügyi vagyonkezelői és tulajdonosi bizottság. Mindenki a maga szakmaiságával áll hozzá, ez talán a költségvetés jóváhagyása is tükrözi, hiszen mind a bizottság egyhangulag, mind pedig a képviselőtestület egyhangulag fogadta az idei költségvetést. A költségvetés kapcsán értékelésre kértük a bizottsági elnököket is. Ebből megtudhattuk, hogy feszített költségvetési évnek néz elébe az önkormányzat, ugyanis az állami finanszírozási költségek lényegében fedezik a város költségeit, de az igazi nagy falat a pályázatok elbírálása, megvalósítása és a támogatások lehívása volt. A hónap végén 5. alkalommal emlékeztek meg a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium Szakképzőiskola Kollégium legendás testnevelő tanáráról, Korsós Miklósról. Hagyományosan a nevével fémjelzett labdarúgó tornát rendeztek 12 csapat részvételével.